kérdés ennek megoldására. Ezt a réteget, aki a legkisebb ok nélkül is tanárai, a diáktársaira támad, a liberalizmus termelte ki. Van egy társadalmi csoport, aki úgy érzi, hogy neki minden szabad. Sőt, nem is érzi, tudja. Tudja, mert megtapasztalta az évek alatt, és már van egy nemzedék, aki ebben a szellemben nőtt fel. És ők csak részben hibásak. Legalább annyira bűnös az a szemlélet, ami csak jogokat ad, de elvárásokat nem támad ezekért cserébe. Millió kiáltan a segítségért, és válaszképpen egy törpe kisebbség leasszisztázza és fasisztázza őket. Az állam nem tud megvédeni, de saját magadat, családodat sem védheted meg, mert téged zárnak börtönbe. A mostani kormány az emberek életét forintban méri. Mondják, nincs pénz rendőrökre, így nincs pénz az életünk megvédésére sem. A közbiztonság megoldása nem a települések feladata. Egyre több helyen működik jól szervezett polgárőrség, önmagában azonban kevés, ha nincs a közelben rendőrös, vagy ha a polgár jogkörök irányába tehetetlen, a bűntény